Sziasztok! Elkezdtük az edzést a Tiszanánai Pergető triatlonon. Hát az edzés meg az túlzás, hogy elkezdtük. Most vízre szálltunk, a csukafogó forduló. Csabi barátommal, akivel a balinosot sikerült nem megnyernünk. Vele vagyunk, megint újra egy csónakba. Hozott nekem nagyon kis gusztusos ízléses csalit, igaz nem csukára, hanem a balinra, mert egy kicsit megdobjuk azt is, már is mutatnám. Úgyhogy azért reméljük, hogy ezt egy balinnal felavatjuk, és szeretnénk is megmutatni. Azt nem tudom, a hülyesége honnan jött, hogy ilyen csalival kell, de azért felavatjuk, reméljük. Úgyhogy elkezdjük, gyönyörű időnk van, gyönyörű. Tehát a halat nem fogunk, csak csónakban vagyunk. Erre mondom mindig, hogy már akkor is megérte, hogy vízen vagyunk. Úgyhogy megyünk, aztán tornázunk egy kicsit, ügyeskedünk. Csabi az tömi magát, egyfolytában jó, hogy itthon van a Skóciából, eszik-iszik, az idegeimre megy. Elmagyaráztam neki, diszadelse kellett menni a csónakért. Elmagyaráztam neki, hogy mit figyeljen minden visszafelé. Még a kiskörei erőművel se jött, tehát úgy sikerült eltérnie. De Szolnokon biztos járt, itt ültem a csónakban, mindenkiért felszereltem a kikötőbe, mindenki pecogottját. Na de aztán most már itt van, úgyhogy ütjük, vágjuk és reméljük, hallal jelenkezünk, csőröge. És akkor a nap első hala, én fél óra szenvedés után, meg görcsöt oldoztam, Csabi megfogta a gyönyörű bálintot belsőre. Ott is van. Valami hatalmas, gyönyörű, szép testhez álló jószág. Skóciában elzajott, és ennyi esze van, ilyen kis balinakat fog. De mi azért elég sportszerűek vagyunk, mert a csukafogó forduló, mi balinozunk. Elnyomtad meg, bekapcsoltad és ki is kapcsolt. Gyönyörű tömegbe harcsa, azt hittem csukesz. Elmondanám, jó lenne sütni. Sütni való törpilla. Ugyan, gubanc, felsz, én is ne. Komoly törpe, basszus. Nézed, hogy fogja. Ah, oké. Okay. Ilyenből jönne egy pár, milyen jó sütni való. Jó, jó. Gyönyörű. Fújtjuk ez. Csabinak is megvan a csukesze. A szép csukesze, és nem a szar csukesze. Új. Ó, hogy a víz alatt titokot, hogy nem vettük elő. Á, de kár. Azt nézd, de gyönyörű. Ottobácsi kanala. Új, de szép! Jaj, de gyönyörű! Mi? Megszálkolom, jó? Szálkol. Jól megvan a szárcsánat? Remélem. Új, de szép! Mit csinálsz, Csabi? Nem szartsuk ezt, mi? Középen. Hú, basszus. Nagyon szép. Csabikám. Mutasd ide, aztán. Mutasd ide, Csabász, aztán csinálunk egy-két fotót ezzel is, jó? Ez a telefonoddal is. Nézd egy kis nátszőle, meg kellett állni.
Nyújt be az állkapcsolat, kinyíljen a száj. Megy. Kijöttünk egy kicsit, dobjuk a süllőt, elkezdtünk balinozni. De nem önt fejünkből, hanem a Csabi fogott egyet, hanem egy öreg itt előttünk két dobásból kettőt is fogott, aztán dobtuk a vertikált, hát annyira nem adta az ívet, aztán mondom, elkezdek egy trükköt, és bejött a trükk. Nem azt mondom, hogy óriás kifidej, szebb becske balin. Didi lesorozták a kincsik, aztán az a jobb macska. Úgyhogy itt állnak továbbra is. Hát ezekkel el lehet szórakozni, mert ugye egy csukás versenyre balinozva kell edzeni. A sportszerű horgászok. Így. Így készülnek. Gyakorlom. Oké. Okay. Jó, köszönjük. Kis kapcsot mondjuk magától. Köszönjük. Csabinak is van hala. Csabeszünk is. Ez se nagy mi. A kis vertikálba. Ott is van. Mondtam, hogy az a csali, és gyorsan tekelted, mi? Nem, esett le. Nem mondod. Még nem jött le. Betolyás. Hát igen, hát nekem meg most egyszerűen csak a gyorsan. Rádobtam a hullárat, oda jött, aztán, hogy bent van. És azt leütötte. Aha. Te meg csak a gyorsan tekerős. Mutasd ide, Csabesz. Csaliba? Úgy, aha. Jár egy kicsit. Tűnt, de nem annyira. De nem rossz. Szóval megvan a csali. Jól működik.
pálinka. Jó van. Tegyed le. Jobbacskának tűnik a jószág. Főleg, ha valami jó kabátos van a vertikára, de olyan oda nyúlós volt. Merítős lesz. Hű. Aha, a kabárban van valami, és azért ilyenkor jobb a keszeg. Ilyenkor már egy jó hármas palinként tornázik. A kabátos keszeg. Milyen szép karika. Nagy gyönyörű dévér. Kabátba. Mindegy, mókának jó volt. Jó van. De gyönyörű. Igen, ezek állnak itt, ott a balin jön rá. Jó van, cső. Csabi csapdostat újra. Csabi nagyon csapdostat. Ez hogy jött? Ez lent. Begyorsítva? Húzd, ha gyorsabban. Vigyázz. Jaj, vigyázz, ne nyújj hozzá ilyenkor, mert beleveri a hármas orgot. Gumira váltottam, mert fogdostuk a balinokat, de nem nagyokat. És egy őrült jó kopin volt. Mondjuk nem harcsa, nem pumpál. Nem tudom, de olyan jól oda koppintott. Vagy egy gyönyörű fatuskó, és így megy a víz alatt, de nagyon szépen. De nem lesz kicsi hal, az már húci el. Abban is bízunk, hogy nem busa. Onnan jó lenne leszedni, és víz alatt itt. Úgyhogy nem fogunk azzal szorakodni. Harcsa. Miért van a koppintot? Köszönöm. Show it. Megy. Hol tettem? Ez már ilyen. Na, ez már élőbe megy. Egyszer is nap egyik csukája.
az edzés pályán. Ez is jó, minden jó. Akartam víz alatti felvételt fogalmam, hogy hova tettem. Túl nem szabad nagy csónakba horgászni. Nem tudod, hova teszed a cuccokat. Szép a szalon. Megyem? Na, nem kell ennyi. Azért a látvány mindent megér. Csodás, ott le van szakadva az ég alja, megpróbálok rá, ott mocskos csúnya az ég alja, de ott megy a naplemente, viszont csodás, tükröződésbe is vagyunk, aztán majd látjuk, hogy elázunk-e vagy nem, de mi dobjuk rendületlenül. Szkújt a nap, borzalmas szép, csodás, ez a kis hajócska ott, ez annyira nem. Potró genye, ami ott megy. Mondom, most van a tiszáretteg is, van olyan hullámot, hogy nyakig ér. Á, de ez meg a csoda. Úgyhogy fotóüzemúgy, sziasztok!